Ezt a díjat kapta meg a Hild József Építőipari Technikum az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól. Az igazgató kedden az évnyitó tantestületi értekezleten adta körbe a kitüntetést, hogy a díjazottak is végre a kezükben tarthassák. A Hild iskola ebben a jubileumi tanévben, ami az iskola 75 éves jubileuma, egy olyan díjat kapott az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól, amit úgy hívnak, hogy szakképzési díj. Ezt általában egyes oktatók, pedagógusok kapják meg, de ebben az esetben kivételt tettek, és az egész oktatói testület kapta. Ez nagyon nagy öröm számunkra, már csak azért is, mert a Hild oktatói testületében nagyon sok olyan oktató van, aki valamikor a Hild iskolának a diákja volt. Józsa Tamás az értekezleten is kiemelte, hogy hatalmas elismerésről van szó, melyben benne foglaltatik az iskola összes sikere, az elért szakmai és versenyeredmények, az, hogy tankönyveket írtak az itt tanító tanárok, továbbá, hogy a tananyagok fejlesztésében is jelen voltak, valamint innovatív megoldásokkal is szolgáltak. Én azt gondolom, ebben benn van mindazon eredmények tömkelege, amit szakmai versenyeken értünk el, tankönyveket írtak több kollega, jó magam is, olyan tételeket dolgoztunk ki, tananyagfejlesztő tevékenységben voltunk jelen, vagy olyan innovatív dolgokat csináltunk, például a passzív ház irányába mozdult el az iskola, BIM rendszert egyedüli középiskolaként, ezzel egyébként mondjuk a Műegyetem és a Győri Egyetem foglalkozik. De még egy nagyon fontos dolgot is mondhatnék, az okleveles technikus képzésben a Hild iskola egy olyan fontos fejlesztést tudott végrehajtani, aminek a keretében a Győri Egyetemmel, illetve a Budapesti Műszaki Egyetemmel tudunk előre haladni. Az iskola továbbra is nagyon népszerű, minden évben többszörös a túljelentkezés, a mostani tanévre pedig jelenléti oktatással, gőzerővel készülnek. Reméljük, hogy minél hosszabban jelenléti oktatási rendszerben, mert bár úgy gondolom, hogy az online oktatást is viszonylag jól tudtuk megoldani, ugye az építészet egyébként is az online térben, most már nagyon sok formájában az online térben történik, nagyon sok laptopot, olyan eszközt adtunk, digitális eszközt adtunk tanároknak, diákoknak, amivel közele tudtak működni, illetve hát nagyon sok digitális tananyagunk van. Az iskolában hétfőn tartották a gólyanapot, az évben pedig a tanulás mellett rengeteg közösségi program is várja a hildeseket.